szép estét kívánok minden hosszas bevezető helyett. Vendégem Csutini Esler Erzsébet, a Schmidt Ferenc építészeti díj idei kitüntetettje. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Nagyon sok mindenről, itt már említettem, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Én azt gondolom, hogy most ennek kapcsán beszélgessünk. Aztán nyilvánvaló, hogy nagyon sok minden szóba kerül. Okleveles építészmérnökként, okleveles műemléki szakmérnökként ismer a város, ismer az ország. A gyönyörűséges Primavera kórus alapítvány vezetőjeként nem különben, és így tovább. Nagyon sok mindenről kell, hogy szó essék ma. Nos, a Schmidt Ferenc építészeti díj ez rendkívül fontos, hiszen az ő hitvallásában nem szerepelt más, mint hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges. Én azt gondolom, hogy ez a rangos elismerés mindig megerősítést takar, egy megerősítést ad egy olyan szakembernek, akinek ez volt az élete, és ezt csinálja ma is. Méghozzá olyan szinten, hogy arra értelemszerűen, most nem akarom citálni a díjátadón elmondottakat, de én azt gondolom, hogy ez már nagyon érett. Milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést a díjról? Kezdjük talán ezzel. Hát köszönöm az érdeklődésedet. Először is én rettentően meglepődtem. Lehet, hogy titkot árulok el vele, de az én életem, hétköznapjaim elég sok munkával teltek el abban az időben, amikor a díjra lehetett volna jelentkezni, és úgy gondoltam, hogy ez most nem fér bele az életembe. És a településképi arculati kézikönyv befejezésével foglalkoztam határidőre. És akkor egyszer csak kaptam egy értesítést, hogy a főépítészi iroda engem fölterjesztett, és ha maga a díj, maga az elismerés egy nagy megtiszteltetés, akkor ez a főépítészi irodának ez a gesztus, ez még fokozza ezt. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogyha valaki így fogalmaz. Bár azt nagyon is jól tudjuk, hogy az az épület, amit itt kiemeltek, hadd idézzem, a Mátyás király körúton 1994-ben épült Szent Gellért Hotel mértéktartó építészeti megformálásával, valamint annak magas színvonal részleteiben is elmélyült megvalósításával alkotott kimagaslót. De pusztán nem csak erről van szó. Egyébként én hozzáteszem, hogy én amikor először jártam, ámultam, bámultam. Hiszen nem gondoltam volna, ugye előtte is jártam már abban az épületben, hogy ezt egyáltalán így meg lehet csinálni. Ilyen visszafogottan, mégis abszolút elegánsan, emberi módon, ha úgy tetszik. Az igazság az, hogy ez eredetileg még 1994-ben Takács Nándor püspök úr megbízásából ez nem szállodának készült, hanem egy tanulmányi háznak, ahol kispapképzés, kántorképzés folyik, és még vendégszobák vannak, tehát hogy többnapos kurzusokat lehessen tartani. Tehát nem kereskedelmi szállodának épült, és éppen ezért teljesen természetes volt, hogy ez egy visszafogott épület kell, hogy legyen a funkciójából adódóan. Azt kevesen tudják, hogy bent a földbe, föld alatt egy teljesen komplett konyha is, azt is terveztünk. A másik pedig az, hogy ez egy nagyon érdekes helyen van ez az épület. Ahogyha valaki elképzeli, vagy tudja, hogy miről beszélek, tehát a Liszt-Ferenc utcával kikanyarodik a belváros, még egy picikét befordul, és utána a belvárosnak ez a történelmi hangulatú építészete egyszerűen véget ér. És utána Mátyás király körúton, ami már a középkori várfalon kívül esik, az egykori várárkon kívül, ott már ilyen villák sorakoznak egész végén a Ciszter gimnázium háta mögöttig. Tehát valahol a kettő között kellett egy építészeti kapcsolatot teremteni, és a valami kismadár föntről ránéz, vagy valaki akár a pláza tetejéről ránéz, én legalábbis az volt a koncepcióm, hogy ahogy kifordul a Liszt-Ferenc utca, és utána ilyen csuklószerűen be is fordul, és ez, és a Szent István művelődési ház az István terem mögött csinál egy ilyen fordulót, és azzal úgy lezárja saját magát. Tehát így most megmagyaráztam, hogy ennek a tömege miért lett ilyen. Lett valóban, én azt gondolom. Viszont egy kicsit menjünk vissza a múltba, hogy azért foglalkozunk azzal is,
hiszen ez a díj nem egyedi. A Forszert Gyula emlékérem, a Podmanicki, a Deák Dénes, az Ezüst Ács Szerúza díj, mind-mind egy olyan megerősítés, én azt hiszem, ami egy építésznek, ne legyünk álszentek, bizonyosan sokat jelent. Így külön-külön, de amikor így együtt felsoroljuk, akkor ez már is látszik, hogy a tiéd egy olyan életút választott hivatásodban, ami sikeres. Megpróbálok nem is álszent lenni, sokkal a hibámul is róják, és ezt mondták is, hogy túl sok mindennel foglalkozom. Lehet, hogy inkább egy irányba alaposabban kellene elmélyülnöm, de hát ha az élet ilyen színes lehetőségeket kínál, ugye miért ne élnék vele. Tehát ha most a legelsőre Podmanicki díjra gondolunk, az a fehérvári városvédelemnek a megindítója, ez most megint nagy képviségből, nem álszentességből mondom, de azután alakult meg a Városszépítő Egyesület is, amikor a két tanácsi épület között bimbózó sóhajókígyát sikerült lebontatni. Említetted az Ezüst Ács Szerúza díjat, azt pedig tulajdonképpen az építészeti publikációimért kaptam, aminek pont a sóhajókígya megfricskázása volt a legelső megnyilvánulás Kései Sirató címmel. És azóta is én nagyon szeretek a saját stílusomban bizonyos dolgokat megírni, építészeti dolgokat, ami megjelent már a helyi újságokban, megjelent szaklapokban. Ilyen vagyok. Igen. Nemrégiben volt vendégem egy nagy trió, a Tóth Pistáék egyéb iránt, és Kovács Gyuri és a Rácz utcáról beszélgettünk. Nekik megvan az a filmjük, még az eredeti film. Még akkor, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a Rácz utcából igenis egy valódi skanzen annak jó értelmében készüljön el, és megtörtént. Tehát többek között ez is a te művet, ha úgy tetszik. Hát ebbe is belesodródtam, mert a 80-as évek elején már a gyerekeim már iskolába jártak, és akkor megint elkezdtem dolgozni, és mint akkor ifjú építész, hát ez a kis egyszerű munkának tűnt, hát öreg parasztházakat kell fölmérni. És rávesett a választás, én kaptam ezt a feladatot. Na most én általában mindig beleszeretek a feladataimba, akár kicsi, akár nagy, és hát ezt borzasztó nagy lelkesedéssel csináltam a kolléganőmmel, az épületek felmérését, majd egyszer az emlékiratomban leírom ott a történeteket, amik ott előfordultak, nagyon érdekes ilyen szociológiai, meg lélektani elemzést is lehetne arról írni, hogy azok az emberek, akik tudják, hogy ki kell menni a házukból, ami generációkon keresztül az övék volt, kik hogy fogadták azt, hogy megjelenik ott két nő személy, és elkezdett méricskélni. A másik pedig az, hogy ennek a házaknak funkciót is kellett találni. És hát ez egy érdekes dolog, mert az, hogy valamit felújítanak, és akkor úgy hagyják, az egy pénzkidobás. Na most akkor olyasmi történt, ami ma már valószínűleg nem nagyon tudna megtörténni, hogy ezeknek a házakat gazdát kerestek. És hadd említsek itt három szemét. Az egyik Helyter Júlia volt az akkori megyei tanács elnök helyettese, a másik Balna Károly, aki az Ikarusznak volt akkor az igazgatója, és a Városszépítő Egyesületnek ma is a tiszteletbeli elnöke. A harmadik pedig dr. Román András, aki a műemléki felügyelőségnek akkor az úgynevezett külügyminisztere volt, és ők hárman szépen kézen fogva elmentek a fehérvári cégekhez, vállalatokhoz, és úgy verbúváltat gazdát a házaknak. És így lett az egyik a múzeumé, a másik az akkori IKV-é, teipari vállalaté. Volt olyan cég, aki csak a felújítását vállalta, és például az akkori FAE volt akkor még, vagy Arév, és átadta a népművészeknek. Tehát ez tulajdonképpen úgy is nevezték ezt a mozgalmat, hogy egy műemlék, egy üzem, vagy egy üzem, egy műemlék, ezt már nem tudom pontosan, és ennek volt az eredménye, hogy ezek a házak megmenekültek. Tökéletes gondolatsor. Ilyennek álmodtátok meg? Mert azt látjuk, hogy magas szintű technikai
tehát szakmai tudással készült, illetve gondoskodó szeretettel. Aki jár a kézművesek házában, vagy éppen a Fehérvári Kézművesek Egyesületének oldalán, az látja, hogy ez azért nagyon rendben van. Hát inkább több olyasmire, lehet, hogy kis tévedés is volt. Nem gondoltunk kifejezetten múzeumvárosra, mert az nem lenne valószínű piacképes, de támogattuk azt, mi is a mi lehetőségeink, most a tervezőket, meg ezt a társaságot mondom, hogy a lehetőségeink szerint, hogy minél inkább ilyen kézművesek, tehát ami funkció illik ehhez a kis épületecskéhez. És az egyik legcsodálatosabb siker az akkori tejipari múzeum volt, a Parmalat szállt bele később a Barta István igazgató úr vezetésével ebbe az egész akcióba, de ő készítette a legaharmarább a házat, és mai napig is a fáj a szívem, hogy a vállalat megszűnte után csődeljárás, egyebek, ez az épület kikerült ebből a hűvkörből, hogy ilyen lett volna, most magánlakás lett belőle. A város nem tudta megtartani a múzeum berendezési tárgyait, most Mosonmagyaróváron büszkélkednek vele, és van néhány ilyen eset itt a Rácz utcában, ami talán sikerülhetett volna másképp, és főképp az út. Ugyanakkor az a három szó, amit te magad mondtál a díjátadón, az átvételkor, öröm, hála, bizalom. Én azt gondolom, hogy ez részünkről, tehát a állampolgárok részéről is gyakort elhangzik a munkáiddal kapcsán. Mégpedig mondom például a Jenői Katolikus templomot. Ezt azért említem, mert hogy vannak családi kötődéseim, és tudom, hogy az mekkora áttörés volt például. Hát igen, ott az egész falu tulajdonképpen összefogott, hogy ott készüljön egy templom, és ott meg az volt a nagy érdekesség, hogy az a telek, ami templom részére lett kijelölve, hát a templomnak a tömege, az egy a családi házaknál egy magasabb hajóépület, és utána egy magas torony. Na most borzasztó mókás volt, mert a szomszéd telken pedig egy ilyen hidroglóbusz volt, egy víztorony. Úgyhogy be kell, hogy valljam, hogy a Jenői templomnak a tornya 50 centiben magasabb, mint a hidroglóbusz. De hát ezzel együtt kellett élni. Így van, rendjén. Vegyük sorba ezeket a szavakat a saját olvasatodban. Tehát az öröm. Amikor elismerést kap az ember nyilván, hogy örül neki, ugyanakkor ez egy visszajelzés mindenképpen. Tehát látni a mosolygós szemedet, és azokat az embereket, akik szintén mosolyogva, hogy na igen, most ebben az esztendőben, lehet, hogy máskor is, sőt bizonyos vagyok benne, most aztán jól döntöttünk. Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a gyönyörű szavakat. Igen, volt bennem öröm. Az első mondatom az volt, hogy én itt nem leplezem, nem csinálok úgy, mint aki nem öröl, meg belebújik a galériába. Nem, én örültem. Meg szerintem egy ilyen elismerésnek annak örülni kell. Én megmertem ezt nyilvánosan is tenni. A másik a hála, az meg sok-sok mindenkinek jár. Tehát valahol én az élettől kaptam egy ajándékot, és azért ajándékért az ember hálás. Az ajándékozók egész föntről kezdődnek, és azok között folytatódnak, akik ott ültek akkor velem szembe. És a bizalom. A bizalom ilyen fontos egy ilyen munkában. Viszont igen. Egy, és nyilvánvaló, hogy nem a feministát kérdezem, de egy nőnek boldogulni az építés szakmában, az nagyon nehéz, és ahhoz valóban a bizalmi elven kell felépítenie az életét, illetve igénybe venni azt a szaktudást, és folyamatosan fejleszteni, ami lehetővé teszi, hogy egyenragúként emlegessék a férfi emberrel. Hát nekem ezzel különösebb bajaim nem voltak, mert nekem volt egy ilyen taktikám. Én soha nem akartam magamat okosabbnak mutatni azért, mert én építészmérnök vagyok az építkezésem vagy ott lévőknek, hanem elkezdtem a tanácsokat kérni. És akkor egy kicsit már ők is úgy érezték, hogy ebben részt vesznek, és akkor még a saját akaratomat is át lehetett vinni. Tehát megvan ennek a női technikája egyébként. Igen. A bizalomról hadd szabadjon nekem annyit mondani. Nem véletlenül említettem a bizalmat. Tehát a mi mesterségünk vagy foglalkozásunk egy olyan érdekes dolog, hogy ez valóban nem megy bizalom nélkül. Mert
érdekes hasonlatot fogok mondani. Én úgy érzem, hogy ez amit a szerelem, amihez kémia kell, kémiai megfelelőség. És ugyanígy, ha valaki megrendel egy épületet, de nem tudja, hogy a másiktól mit várhat, és olyan szúros szemmel nézik, a megrendelőnek se jó, és az építésznek se jó, mert nem érzi azt, hogy bíznak benne. Kézenfogva jár az építészmérnök és a műemléki szakmérnök? Nem feltétlenül kézenfogva jár kézenfogva, de a nem műemlékvédelmi szakmérnök, építészmérnök se tudja magát kivonni az alól, hogy egy olyan környezetbe kell neki megfelelnie, és a tudása, tehetsége, fantáziája szerint a legjobbat letenni az asztalra, ami esetleg műemléki környezetben van. Tehát Székesfehérvárról beszélünk. Önmondjuk ott is, igen, igen. Ez felelősség is. Hát ez nagy felelősség. Nagy felelősség. És ha most már könyvnyomtatásban is, azt hiszem nem árulok el titkot, nyomtatva is megjelent a településképi arculati kép. Ezt én egész hosszan fejtegetem, hogy ahhoz, hogy egy műemléki környezetbe ma építésze mit épít, vagy ma mit építünk. Ma nem műemléket építünk, az lehet, hogy az 200 év múlva már műemléknek fog minősülni, de ma modernet építünk, hiszen a nagy elődök, akár említhetem Schmidl Ferencet is, aki az egyik kedvenc épületem Fehérváron a Csóképtár, Vörös Marti könyvtár épülete, ő nem egy ilyen álbarok épületet tett oda azért, mert a szomszédban ott van a Cisztercita kolostor, hanem ő a saját korának, a római iskolás Novacento felfogásnak megfelelő elegáns épületet. És Fehérvárban ez a szép, hogy ugye most az év, ebben az évben a barokk éve volt, van, és hát sokat beszélünk a barokk Fehérvárról. Igazából barokk Fehérvár csak a barokkorban volt, mert ma már csak a barokknak olyan maradványai vannak, amiket nem változtattak meg, ami nem szűnt meg, és ezeket nagyon szeretjük, nagyon szépek, de már az egész város színes, tehát egy történelmi folyamatnak az eredménye, ami a Géza fejedelem kápolnájából egész a videótos sportcsarnokig lesz itt a városban. Egyéb iránt jó úton járunk? Miként látod szakmai szemmel? Hát túl közel vagyunk még a mához, hogy ezt ennyire értékítéletszerűen tudjam megmondani. Hát általában még a zenébe is a modernet, annak a kornak az embere nagyon nehezebben fogadja el. Ugye említhetném Bartók Bélát. Tehát amit ma modernnek tartunk, vagy vélünk, az sokaknak még egy kicsit idegen, mert szeretik a megszokottat, szeretik a patinását. A mainak, modernnek még nem biztos, hogy van ilyen patinája, és még egy valami. Mindenkornak megvolt a maga divatja. Az általam ilyen közelről belátható kornak is, ugye volt a kockaházak divatja, akkor volt az ilyen alpesi jellegű házak divatja, akkor utána jött a mediterrán nevű divat, ami még most is tombol, azt mondom, az a 21. századnak a kockaháza egyébként, ahogy kialakult, és akkor most pedig a mostani úgymond modern épületeknek egy része szigorúan lapostetős, de szerintem nem attól jó egy épület, vagy nem attól modern, hogy lapostetős. Tehát vannak ilyen manírok, és vannak ilyen megszokott, megrögzött, akár a divatlapok által, építészeti divatlapok által sugárzott ilyen tendenciák is, amit ma lépten nyomon találkozunk vele, csak a divatossal van egy kis baj. Ami ma divatos, az holnap divatú lesz, úgyhogy akkor, de ez a fejlődés. Ez a településképi arculati kézikönyv, ez egy újdonság mindenféle értelemben. Mennyire fontos ez a köznapi embernek? Hát hogy megismerjük a tartalmát? Nyerünk-e vele? Hát ez tulajdonképpen nagy részt a köznapi embereknek készült. Tehát ez nem azért készült, hogy itt a szakma számára ez egy ilyen íratlan szabályoknak a felsorolása legyen, hanem is legalább tehát ez két évvel ezelőtt jogszabály írta elő, hogy minden településnek kell egy ilyen településképi arculati kézikönyvet készítetni.
És hát Fehérvár akkora város, és Fehérvár olyan, olyan összetett és olyan gazdag történelmű, hogy ezt nem lehetett elintézni egyszerű kis értékítéleteken meg néhány fejezetbe. És itt említem a bizalmat, hogy én bizalmat kaptam, hogy ezt én csinálhatom, ezért elég egész életemben hálás leszek. És pontosan az a megrendelőnek a szándéka, tehát az, a városnak, a főépítész úrnak, polgármester úrnak is, az volt a szándéka, hogy ez ne csak a szakmának legyen egy ilyen menetrend, vagy ilyen használati utasítás, hanem az egyszerű építeni vágyó embereknek is, vagy akik ott laknak egy bizonyos környezetbe. És éppen ezért én egy kicsit új módszert választottam, mert ennek még azért olyan nagyon kialakult tematikája, meg módszere még nem volt, hogy Fehérvár a fejlődése folyamán, és ezt az áldott emléki Siklósi Gyula előadásaiból, munkából lehet tudni, hogy a fejlődése az egy csodálatos ív, ahogy a belváros felek fejlődött, alakult, akkor sorba a különböző külvárosok, a történelmi külvárosok, meg most az utóbbiak. Tehát igazából minden városrésznek külön története van. És akkor sikerül igazán jól eltalálni azt, hogy mivel lehet illeszkedni, és az illeszkedés lesz majd a másik fontos, hogyha ismeri annak a történetét, hogy miből fejlődött ki. Tehát a leggazdagabb történetű az én szememben a Felsőváros, aminek a legnagyobb értéke is sajnos a II. Világháborúban rommá lettek. És tudom, hogy sokan szeretnék a mai Felsővárosban a régi, hagyományos felsővárosi építészetet látni, de már az életmód nem olyan. Már nem lóistálok vannak a hátsó kertekben, hanem medencék. Tehát az idő változott, az életmód is változott. Az nem jelenti azt, hogy a hagyományokat nem kell megőrizni az építészetbe se, de teret kell engedni a modern élet megszabta formáknak is. Egyetértek, és erre van törekvés, azért tapasztaljuk, hála Istennek. Az imént említetted Bartók Bélát, tehát megérkeztünk a zenéhez. Igen. Illetve a kórus muzsikához. Én azt gondolom, hogy a Primavera kórust országszerte ismerik, Oti nénit tiszteljük, és mindazokat tiszteljük, akik ebben a munkában évtizedek óta részt vesznek. Vezetőként, egy civil szervezet vezetőjeként egyengeted azt az utat, mindenféle értelemben, nagyon helyesen egyébként, mert hogy mondom még egyszer, hogy szeretjük ezt a csapatot. Köszönöm. Hogy kapcsolódtál a kórus muzsikához? Hát én a kórus muzsikához egy kalandos történettel kapcsolódtam, legalábbis a Fehérvárihoz. Én Pestre jártam gimnáziumba, az 5-ös gimnáziumba, és ott annak volt egy nagyon jó kórusa, ma is van egyébként, és én ott kezdtem el a kórus éneklést, még az általános iskolában, ahol a Lendvai Kamilónak a felesége volt az énektanárnőnk. És amikor Fehérvárra jöttem a diploma után, akkor úgy izgatott, hogy hiányzik valami, hogy kéne egy kórusba énekelni, és akkor hallottam, hogy létezik egy Primavera kórus, és annak egy karnagy, a Vasvári gimnázium tanárnője, Horányi Otilia, és akkor egyszer szépen bekopogtam, bementem hozzá, és mondtam, hogy hát én nagyon szeretnék énekelni a kórusba, és ha kéri, most eléneklem neki a Székely Keservesnek az alszólamát. Hát nem kérte az Otilia, de azóta kórustag vagyok. Azt hiszem, hogy ez egy csoda történet, és nagyon sok műsort megérne. Oti nénivel beszéltem már erről, de azt hiszem, hogy ennyi történet. Én bízom benne, hogy majd lesz egyszer valaki, aki megírja a Primavera kórus történetét. Viszont a te történeted mindenképpen folytatódik, hála Istennek teszem hozzá, mert hogy éppenséggel nemrégiben volt az a sajtótájékoztató, ahol a Vállalkozók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete bejelentette az idei Prima díjasok, Fejér megyei Prima díjasok névsorát. Gratulálok, hiszen a jelöltek között vagy. Köszönöm itt szépen. Megint csak ez a közhelyszerű kérdés, hogy ez aztán tényleg, hiszen a magyar építészet kategória, az oktatás, a sport, a színház, művészet meg annyi kiválósága jut el a jelöltségig. Hát bevallom azt, hogy ez a kettő, a Smildi, meg az a sajtótájékoztató egymást követő nap volt, ez egy kicsit nehéz eset volt számomra, de túléltem. És ami a
sajtótájékoztatón derült ki, hogy ki az a hét, akit erre alkalmasnak találtak, és egy nagyon, nagyon rangos társaságba kerültem csapat. Ezzel. Úgyhogy csapat. Ez is megtiszteltetés. Beszéljünk benne. Egy kicsit a jövőről. Tehát folytatódik a szakmai munkád mindenképpen. De mi az, ami foglalkoztat, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, ami megérinthet bennünket is? Hát többen tudják rólam, hogy én 1971-ben diplomáztam, tehát egy rövid felszámolás után ez hamar kiderül, hogy én az idén beléptem a 72-ök táborába. Na most nem, ugye én úgy gondolom, hogy nem én vagyok az, akinek ezentúl a házakat kell tervezni, vannak remek fiatalok, olyan csodálatos generáció jön itt Fehérváron is utánunk. Én most szeretnék olyannal foglalkozni, amit nagyon szeretek csinálni, nem mint az előző munkámat nem szerettem volna. De én most foglalkozom olyasmivel, ami eddig másnak még nem jutott eszébe. Én szeretnék olyan kutatásokat végezni, várostörténeti, építészeti kutatásokat. Most nem sokára az asztalra kerül, ami a fehérvári romantikának a feltárása, meg feltérképezése, elemzése. Ez az Ybl Miklós kora tulajdonképpen. Aztán itt már be is mondtam a nagy vágyakozásomat, hogy mikor 13-ban, most 5 évvel ezelőtt az Ybl bicentenárium volt, akkor ugye majdnem minden Ybl-lel kapcsolatos előadás vagy megnyilvánás úgy kezdődött, hogy Ybl Miklós Székesfehérváron született, de nincsen Székesfehérváron igazából igazolt épülete. No, én ebben nem egyezem bele. És ennek szeretnék utána nézni, még korai arról, hogy beszéljek az eredmények, van eredmény, és szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Ybl Miklós és Fehérvár, Székesfehérvárnak a kapcsolata a születésen kívül. Érdeklődéssel várjuk. És ezzel foglalkozom. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Jó egészséget, jó munkát kívánok hozzá. És hát majd a Prima díjról meg majd beszélünk utána. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én meg köszönöm szépen ezt a kedves érdeklődést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Csutin és Leher Erzsébet volt, aki az idei esztendőben kiérdemelte a Schmidt Ferenc építészeti díjat. Maradjanak továbbra is velünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!